20 lifehack, amit bárcsak hamarabb tudhattam volna. Maradj velem a végéig, mert a 20. lesz a legérdekesebb. Az első, hogy edz minden nap legalább 30 percet. Benne van az, hogy akár egy 1-2 kilométeres futás, benne van az, hogy 3 perc felülés, fekvőtámasz, ugye, abban is legalább egy 30-at csinálj meg, ez egy férfi embernek legalább 30-ra fekvőt meg kéne tudni csinálni, és aztán a derkadat erősíti gyakorlatok, ami szintén hasonló, mint a felülés, csak így hátrafele csinál, ugyebár lehet így többfajta részben, az a lényeg, hogy edz, mozgass meg a testet. Ezt én most úgy csinálom, hogy bevezettem, hogy minden hétköznap csinálom, hétköznap ugyebár hétfőtől péntekig, ezt mindig este csinálom, esti órákban egy ilyen 8 és 9 óra között, és aztán utána pedig a szombati nap pedig most járok focizni, ami ilyen műfőves pályára, egy ilyen durván 2 óra, és aztán utána pedig a vasárnapi napot azt teljesen pihenéssel töltöm. Szóval úgy értem a mindennapot, hogy legalább heti 5-6 alkalommal legalább ezt kell folyamatosan csinálnod. Ez nem azért kell, hogy neked most kockás legyen a hasad, vagy sokkal szebb legyél, vagy tök mindegy, hogy mi. Mindenkinek más a motiváció, nekem az motivál, hogy én eldöntöttem, hogy még 20 éves koromban, hogy legalább 3 évszázadon keresztül akarok élni, mivel 95-ben születtem. Nagyon egyszerű, hogy akkor ugyebár 2100-ban leszek 105 éves, az azt jelenti, hogy akkor 3 évszázadon keresztül értem. Szóval ez egy ilyen számomra egy ilyen cél ilyen szempontból, hogy ezt mindenki fel akarom érni, és ehhez nekem nagyon fontos, hogy az egészségemet korba tartsam, szóval a futás, az edzés az nagyon segíti a szívelet, szóval én nem azért, nem, az is nem járok edzeni, mert nem az a lényeg nekem, hogy izmos legyek, vagy hogyan miképp. Én felszedtem 18 éves és 20 éves, úgy 22 éves korom között egy bizonyos mennyiségű, legalább egy 8-9-10 kilónyi izmot, ami most is rajtam van, és ez ennyi. Nekem az bőven elég, nem akarok testépítő lenni, ennyire egyszerű a mozgás nekem a folyamatosan a lényeg. A második az időszakos bőtölés. Az azt jelenti, hogy egy nap például 16 órát nem eszel, és 8 órát eszel. Például délben elkezdesz enni, és este 8-ig eszel, és addig pihen a szervezetet közben. Én most jelenleg ezt heti 6 órát, úgy csinálom, hogy minden nap, hogy 6 órát eszek, és 18 órát nem eszek. Ez néha kicserélem úgy, hogy 7 vagy 8 órát, szóval néha változtatom, de jelenleg most ebben a pillanatban úgy van, hogy 6 órát eszek, és 18 órát nem eszek. Szóval én most 12:30-kor szokok enni, és egészen 18:30-ig eszek. Ezt tegnap például nem így csináltam, tegnap 8 órát ettem, néha teszek ilyen kivételeket, de ettől függetlenül szinte a hét minden napján úgy van, hogy heti 6 órát, vagy minden nap 6 órát eszek. Jó, ez nagyon-nagyon fontos, ezt te is ki tudod magadnak próbálni. Elején az első 1-2 hét nehéz, ezt én már ezt több mint 4 évet csinálom, csak voltak ilyen kisebb megszakítások, volt, amikor 1 évig le se szartam, vagy 2 évig, aztán utána újra visszaszoktam, aztán megint 1 évig, megint nem, szóval volt ez úgy 4 év, hogy ez több, akár ilyen mennyi 6 vagy 7 év alatt tevődött össze, de én ezt még 2017-ben kezdtem el össze, és nagyon sokat segített, nem vagy annyira fáradt, és nem vagy annyira leterhelve, mert a evés az a szervezetet leterheli. És hogyha te kipróbálod azt, hogy te délig nem eszel semmit, vagy akár fél egyig, vagy akár egyig volt, amikor kettőig nem ettem semmit, akkor nagyon segít, mert akkor tudnak olyan, sokkal gyorsabban tudsz regenerálódni, ez az egyik, olyan enzimek tudnak felszabadulni a testedben, amik más esetben nem. Szóval olvas utána, ez intermittent fastingnek hívják, vagy ez időszakos bőtölés, magyarul olvas utána nagyon sok pozitív hatása van. A harmadik, hogy ne igyál kávét 4 óra után. Szóval én szoktam nagyon ritkán kávét inni, otthon sose iszok kávét, csak ez nagyon fontos, hogy nekem nincs kávégép, amin otthon kávét úgy nem szeretem olyan szempontból, hogy akkor minden nap igyak, teát szoktam inni, de kávét nem. Viszont ha valaki az elmék látogatóban, most is voltam például az Eriknél, még majd egy hete körülbelül, akkor ott is megkínáltam meg Erik kávéval, akkor ittunk kávét, ugye ő is hívott, én is ittam, neki van ilyen kávégépje, hogy azért több kávét fogyaszt, és az a lényeg, hogy ezen keresztül ittam. Vagy elmentem kávézóba, ittam ott is ilyen jeges kávét például. De én nem vagyok arra ráfeszülve a kávéra, viszont az nagyon fontos, amit megtanultam, hogy 4 óra után ne igyak kávét, mert az már csökkenti azt, hogy sokkal nehezebben fog tudni elaludni majd éjfélkor. Szóval egy ilyen 4-ig ihatsz kávét, vagy 3-kor igyál, de aztán 4 után nem, már akkor sokkal nehezebben fogsz tudni elaludni, amivel nem lesz mély alvásod, és ha nem lesz annyi mély alvásod, akkor sokkal fáradtabban fogsz felkelni. A negyedik, hogy mikor alszol, akkor viselj ilyen alvó maszkot. Aztán mutattam is valami, ők készítettem a videót, hogy ha mész külföldre, akkor mit vigyél magaddal. Ezt elkezdtem itthon is használni, ezt az alvómaszkot, csak aztán voltam külföldön, aztán elhagytam valahol a alvómaszkomat sajnos. Lehet még az Ákoséknál, nem tudom, valahol elhagytam, de a lényeg az, hogy nincs meg most az alvómaszkom, de azt lehet venni ilyen 10-15 euróba kerül, és akkor azt ráteszed a szemedre, és akkor amikor alszol el, akkor akár itthon is tudod használni, szóval nem csak külföldön, hanem itthon is, hogyha
akár az ágyodba, az azért jó, mert hogyha ugye reggel feljön a nap, akkor hiába van rólód vagy bármi egyéb, azért átmegy rajta, és akkor felkelsz persze, de sokkal jobb, hogyha ezen keresztül akkor a szemedet nem éri semmi fény, addig, amíg le nem veszed azt a maszkot magadról. Én is szoktam, amikor valamikor éjjel leesik maga a alvó maszk, szóval ez is fontos, hogy arra is jó kell behúzni, hogy akkor rajtad legyen, mint a tini nincs a teknyőcöknél, csak akkor ezen keresztül ez jól tud működni, szóval ha alszol, akkor mindig tudod használni. Ez ami nagyon segíti a mély alvás, sokkal mélyebben tud aludni, amitől sokkal kipihentebben fogsz majd felkelni. Az ötödik az egy kicsit érdekes, én is egy videóban láttam, és azt elkezdtem használni már, talán Dublinba vettem még 2023 végében egy ilyen nyelvkaparót. Kezdje használni nyelvkaparót. Ha megnézed a nyelvedet, csak nézd meg, próbáld ki, hogy azonban szinte a bacillusoknak a 90%-a szárba. Nem a fogaidba vagy bárhol máshoz, hanem a nyelveden van rajta. És ez, hogyha nem, az ugyanúgy, hogy a fogadat megmosod, ezt is le kell takarítani. És by the way, mellesleg zárója beteszem, hogyha valakinek büdös a szája, általában azért büdös a szája, mert a nyelvét nem takarítja. Szóval nem kell neked ilyen Listerine szájvíz, meg mindenféle ilyen szarságok, ami tele van alkohollal, meg mindenféle mérgező anyagokkal, legundorítóbb dolog, ami létezik, én is régebben használtam, de nem jó. Szóval, hogy az nagyon nem tesz jót, mert beépül a szervezetedbe a fölösleges anyagok, mi nem kell oda, és a nyelvkaparóval, hogy büdös legyen a szád, ez tökéletesen kivitelezi. Azóta nekem is szokott néha büdös lenni a szám, még régebben, és ez mégis zavart. Aztán ezért elkezdtem én is használni a nyelvkaparót, meg ilyeneket, vagy nem nyelvkaparót, hanem ezt a Listerine szájvizet, meg egyéb dolgokat, de aztán rájöttem, hogy van ennél okosabb megoldás is, ami nem kell semmi egyéb ilyen dolog. És a nyelvkaparó sima egyszerű, én ezt patikába vettem, Dublinba, talán 3 euró volt, és nem is patikában nem volt ilyen, hát olyan, mint a patika, de ilyen direkt ilyen shop, amiben ilyen cuccok vannak, de a lényeg, hogy ott vettem, és azt simán lekaparod a nyelvedet, és ilyen rendes, ilyen, még mai napig is, ilyen, ezt vagy két naponta szoktam használni, hogy ilyen rendesen, ilyen, nem is tudom elmondani, ilyen, olyan, mint egy ilyen fehér ilyen cuccok, ilyen rajta lenne, mint hogyha ilyen ételmaradék, vagy ilyen rajta lenne, és rendesen le tudod kaparni. Valamikor, ha nem használod egy 4 napig is például, nekem is volt úgy, nem használtam 4 napig, akkor nagyon sok rajta van, és ez mind segíti azt, hogy büdösebb tőle a szár, vagy bármi egyéb, szóval ez ilyen instant megoldás, próbáld ki, nyelvkaparó, ez a tongue scraper-nek hívják angolul, szóval Amazonról is amúgy tudsz rendelni, van több fajta, nekem egy ilyen egyszerűen narancsárga van, amire ezt leszoktam ezt kaparni. A hatodik az, hogy minden nap igyál meg legalább 3,5 liter vizet. Szóval, hogyha te iszol, akkor ne csak napi 1 liter, meg 2 liter, meg ilyen vizeket igyál, és a többit meg bevid különböző tejből, meg ilyen dolgokból, hanem tiszta vízből 3,5 litert igyál. Ez egy ilyen instant get lesz számodra, nagyon fogja segíteni azt, hogy szintén jobban fogsz aludni, jobban fogod magad érezni, és nem leszel olyan fáradt. A hetedik az, hogy minden nap vegyél be legalább 3000 mg C-vitamint. Szóval előre tedd ki, hogy mikor kell bevenned különböző C-vitaminokat, én is most készülem, most fogom bevenni őket például, akkor kiteszek ide 3 darabot, ugyebár ez 3 ilyen tabletta, ide teszem ki magam, és nem kell egyszerre bevenni ezt a 3-at, ugye, hanem úgy szerem be, hogy akkor befizetem például minden 2 órában, vagy ahogy jó nekem, szóval amikor beszedem most egyet délután, egyet meg este, és akkor tud működni a dolog. Szóval ezen keresztül, hogyha ezt a kis tablettát, ezt még egy gymbimről vettem, egy hónapban, hogyha beszedsz minden nap 3-at, ugyebár az egy hónapban 90 darab, az ilyen 5 euró 10 centbe kerül nettóba, úgyhogy bruttóba, amilyen benne van már az áfa is, szóval ezt meg tudod venni a netről, én ezt használom, és nagyon-nagyon jól működik. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ezáltal a betegségnek szinte a 95%-át ki tudod küszöbölni, azáltal, hogy van elég C-vitamin a szervezetedben, mert abból a zöldségünkben, gyümölcsökben nem viszünk be naponta annyit, viszont a C-vitamin ez szinte egy csodaszer. Csak ezt nem mondják el az orvosok meg ilyenek, mert akkor nem tudnám neked gyógyszereket eladni. Ehhez amúgy javaslom, hogy olvasd el a Cenzúrázott egészség című könyvet, amire készítettem videót is. Nyolcadik az, hogy mindig maradt távol a panaszkodó emberektől, ők egy igazi energiavámpírok, szóval akik panaszkodnak, hallod, mindig másokra beszélnek, meg minden, hát nekem meg ezért szar, meg azért szar, meg azért szar, akkor ezektől maradj távol, ne kezdj el velük beszélgetni, mert felesleges, csak le fognak szívni az energiádat, szóval mindig pozitív emberekkel vedd körül magad. Kilencedik, hogy mindig hogyanban gondolkodj, hogy hogyan tudnám azt a dolgot megoldani. Mindig vannak, ne felejtsd el, mindig vannak a kacsák, meg vannak a sasok. A kacsák az, amikor például bemész egy egyszerű példával, ezt szoktam mondani, bemész a recepcióra egy szállodába, és azt mondja az illető, hogy például
itt van velem, van egy barátom is, aki itt van velem, és szeretnék egy szobába aludni, de ugyebár fontos lenne, hogy külön ágyba aludjuk, mert például a haverom, ugyebár akkor közlöd velük, szóval ezt előre nem kommunikáltad le, és akkor mit mondja rettenetesen? Nem tudom megoldani, nem tudom, hogy csináljuk mindent, hogyha talán ez egy kacsa. De azt mondod neki valakinek, ugyanezt elmondod, és az egy sas, akkor hogyan tudja ezt megoldani? Ja, gyorsan akkor hívom a vezetőséget, gyorsan vagy a menedzsert, beszélek akkor vele, hogy elintézünk nektek egy plusz ágyat, beteszik a szobába, és akkor tuti fogtok tudni aludni. És eszébe se jut az, hogy ezt nem lehetne megoldani, mindig azon gondolkozik, hogy hogyan tud megoldani. Szóval sose legyél kacsa, mindig megoldásabban gondolkoz, hogyha valamelyik probléma, akkor azt a dolgot hogyan tudnád azt megoldani. Lehet először mérges leszel, ideges, kiborít az a dolog, de aztán azon gondolkozik, hogy hogyan tudnád azt az adott dolgot megoldani. És zárójelben soha nem mondd azt, hogy nem tudom. Jó? Nagyon-nagyon fontos. A tizedik az, hogy ne akard másoknak megfelelni. Én nagyon sokáig mindig kockahasat akartam például, mert például anno a barátnőm erre vágyott. Soha életemben talán egyszer volt ilyen kockahasam, még 2016-ban, akkor nagyon odafigyeltem a táplálkozásra, minden nap csirkát is tettem, meg minden, tényleg nagyon figyeltem oda, de rájöttem, hogy ez nem én vagyok. Szóval akkor másképp gondolkoztam még minden, és így hagytam magam ilyen szempontból befolyásolni, hogy ez valakinek fontos, akkor hát akkor jó, akkor ezen javítok, de kurvára nem nekem volt fontos, hanem a másiknak ilyen szempontból. És ez egy elvárás felé szól, hogy felejtsd el azt, hogy mások nem akarsz felelni. Ha te így vagy elégedett saját magad, és én örülök, hogy nekem nincs kockahasam, és nem is akarok kockahasat, mert az nem én vagyok. Nekem a testalkatom olyan, meg tudom csinálni kockahasat, mert volt már kockahasam, de ahol nagyon durván figyelni kéne minden egyéb utolsó centiméterre. És nem tudnám úgy élni az életemet, ahogy akarom, mert minden a keretek közt kéne élnem, és nem ehetnék néha egy fagyit, vagy bármi egyebet, mert egyszerűen nagyon oda kéne ilyen szempontból figyelni, mert ilyen a testalkatom, szóval, hogy van aki olyan testalkat, hogy ehet akármennyi csokit, vagy bármi egyéb, akkor se hízik el valaki, meg egy napig diétázik, aztán már utána kockahasa, ha van ilyen is, szóval, hogy ez aki mezomorf alkat, szóval, én nem az a típus, én endomorf alkat vagyok, ezt megtanultam magamról, az azt jelenti, hogy kurva könnyen hízok, de nagyon nehezen, szóval, hogy fel tudok szenni izmot is, meg zsírt is könnyen, de nagyon nehezen adom le ilyen szempontból, szóval nagy erőfeszítés kell nekem ahhoz tenni, hogy én például úgy fogyjak, például most vagyok, nem tudom, 77 kiló, és akkor most lemenjek, nem tudom, 67-re. Mert van rajtam a zsír, és akkor ennyi, de engem ez nem zavar. Szóval ez nagyon-nagyon fontos az, hogy soha ne akar másoknak megfelelni. És hanem magadnak legyél mindig magad elégedett, és ha te így jól vagy az, hogy én most szakálos vagyok, vagy nincs szakálom, vagy most fehér a kezem, és akkor most azért járjuk szoláriumba, hogy most 5 nő azt fogja mondani, hú, ez a csáva, ez milyen jó bőre van, milyen barna, kit érdekel, szóval akinek nem tetszik a fehér bőröm, az bassza meg magyarul, szóval, hogy ennyire egyszerű, szóval, hogy ne akar csak azért, hogy soványabb lenni, vagy bármegyében, ne azért kezdje diétázni, hogy a strandon milyen jól néz ki, ezt mindig szoktam hallani, vannak ilyen ezek a, ugye, Siófokon mindig vannak ezek a versenyek, meg vannak ez a Muscle Beach, meg volt, én is voltam, amikor voltam a Muscle Beach-en, ott mindenki az van, hogy akkor nyára, akkor pattintsuk ki magunkat, még basszuk ki magunkat, nézzünk ki, hogy nyára, meg minden, érted? De amelyik megnézed, csak gondolj bele, férfiként, hogyha az a nő, aki oda megy hozzád a strandra is, akkor csak azért tégedet pikkel ki, mert hú, te ennyire jól nézőke még minden, és nem azt nézi, hogy mert te attól, mert te nagyobb a hasad, vagy bármegyéb, te ugyanúgy lehet magabiztos, mert az a lényeg, a magabiztosság, és nem az, hogy te most hú, neked kockás hasad van, meg gyönyörűen szarával szoláriumhoz, vagy bármegyéb. Ez abszolút nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy egy értelmes nő ezzel nem kezd el veled beszélgetni, és akkor rájöbb az nem értelmes, de hogyha ezzel nem kezd el veled beszélgetni, mert neked rajtad van egy kis 2 kiló vagy 5 kiló túlsúly, mert nem tökéletesen kockás alsad, akkor annyira egyszerű a sztori. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes, de hogyha megfigyeled, te is gondolkozz el, hogy van-e olyan, amikor te mindig másoknak akartál megfelelni. Nekem volt ilyen, ebből tanultam, és ezt megfogadtam 2 évvel ezelőtt, soha, de soha többet nem lesz olyan, hogy akinek nem felelek meg, vagy egy szót hallok arra, egy nőtől is, hogy például neked nem kockás hasad, akkor az megy jobbra, én meg megy balra. Ennyire egyszerűen ott fejeztem be a nővel a kapcsolatot. Jó, úgyhogy ez egy számomra egy ilyen erős tanulság volt. A 11. legnagyobb tanulság, ami nagyon szorosan összefügg az előzővel, hogy maradj mindig szerény. Soha nem mutogass, hogy mit van, mivel rendelkezel. Ne henceg a pénzeddel, ne jársz meg az eszedet, ne mutogass az autódat, hogy neki fú, ilyen autód van, vagy olyan autód van, vagy te ilyen kurva nagy házat vettél, meg ilyen villát, és soha ne csak a szépet mutass magadról, ez is nagyon-nagyon fontos. A legnagyobb gyilkos
dolog a társadalomban jelenleg az, hogy az emberek mit csinálnak, megveszik a drága cuccokat, hitelre, leasingre, bármi egyéb, csak azért vesznek jobb autót, hogy másoknak megfeleljenek, csak azért lesznek kockás hasuk, hogy akkor másoknak megfeleljenek, azért vesznek drága Gucci, meg ilyen szarundorító ruhákot, csak azért, hogy fú, ezt elmondhassák, hogy ez Gucci, meg a faszom tudja, hogy mi. És ezt figyelik, mert mit akarnak mindig másokra megfelelni, sajnos ebben a társadalomban élünk, és jelenleg ez a leggyilkosabb ilyen szempontból. És hány olyan ember van, aki mutogassa a pénzét, hogy fú, most levette, nem tudom, ATM-ből ennyi köteg, ízei, nem tudom, ezereseket, vagy 500-osokat, és akkor azokat mutogassa, meg az autót, meg ezek, menekülhető ezektől az emberektől. Ezek az emberek mindig másoknak akarnak megfelelni, és ezek az emberek kurvára nem elégedettek magukkal. Ha megnézed az Instagramot, vagy bármi egyéb, az összes olyan kép, ami fenn van ezeknél az embereknél, mindegyik arról szól, hogy hú, mennyire tökéletes az életségünk, ezt mutassák kifelé. De a rossz dolgokat, hogy velük mi történik, mennyire szar a dolog, mert lehet van neki egy hét, amikor depresszióban van, akkor arról nem tesz ki képeket, hanem akkor azokat posztolja, mint már 3 héttel ezelőttiek, mert azt egy hétig akkor csak olyan képeket posztol. Szóval érted, hogy nagyon-nagyon kétszínű a társadalom, és ez egy nagyon rossz dolog, de ettől függetlenül neked nem kell a birkák után menned, neked nem kell ilyennek lenni, hogy akkor azért veszel egy drágább, nem tudom, 30 ezer eurós autót, mert már a másik is azt vett. Ha neked az a célod, az a vágyod, hogy legyen egy fasza jó minőségű autót, akkor vedd meg. De csak azért ne vegyél autót 30 ezer euróra, vagy 100 ezer euróra, tök mindegy, csak azért, mert én most megmutassam, hogy nekem van egy autóm, és akkor fú, elmegyek a Váci úton, meg ez egy nyomatom. Na ez meg a másik dolog, ez a Jákob Zoli jelenség számomra, ez ami kiborító, és sajnos is ilyen emberek mutatnak példákat, hogy tiszteltem, amit elér például ilyen szempontból eredményeket, üzletileg, tényleg le a kalappal nagyon szépen felépítette a vállalkozását, meg minden. De ahogy ezt kommunikálja, és sajnos ezt kommunikálja a 10 meg 15 éveseknek, csak gondolj bele, hogy elmegy valahova, nem tudom, Siófokra, meg a Váci úton, meg tök minden, és ott nyomkálja, csak azért, mert ki van egy piros Ferrari-ja, vagy van több is, érted? És ezt mutassa a fiataloknak, hogy te csak akkor van nagy csáva, neked filos Ferrari-d van. Vagy csinál egy alapítványt, ami van neki, ez a Jákob Zoli alapítvány, keres utána TikTokon, hogy azok a családok, ahova azok a szegény családok, akik arra nem engedhetik meg magukat, hogy normálisan kaját vegyenek maguknak, vagy bármi egyéb. És oda, ahhoz a családokhoz ő elmegy, vagy úgy nem is ő, hanem van neki egy bérence, aki oda elmegy, és ugyebár kimennek együtt, és akkor abiszi zárójelbe segítenek, mert viszik oda a Jákob Zoli alapítványú ellátott borítékot, vagy a logóval ellátott borítékot viszik oda, hogy akkor tessék, és készítenek riportot, elmondják azok az emberek, hogy mennyire szar az életük, mennyire nehézségben vannak, és akkor, de elmondják kamerába. És akkor a drága Zolika, az nem úgy segít nekik, hogy akkor figyeld, itt van, elmegy hozzájuk, ő, nem a bérence, hanem ő egyedül elmegy hozzájuk, beül az autójába, a piros Ferrari, és elmegy hozzájuk, és azt mondja, figyelj, látom, hogy vattok, szeretnék rajtatok segíteni, és itt van például 2 millió forint, tessék, itt van kérsbe, csináltok valamit akartok. Nem készült rólad felvételt, meg ilyen fasságokat, arra hivatkozva, ami szintén egy átbaszás, hogy arra hivatkozik, hogy például, hát akkor több emberhez el fog jutni, meg mások is segítenek rajta. Mindegyiken reklám, mind marketing, a pénzről szól, hogy Zolikát minél többen kövessék, ez a lényeg. Az egoizmus áll a háttérben, és nem az, hogy segíteni akar ilyen szempontból. Persze segít, de valójában, ha segítene, akkor úgy segítem én nagyon sok gazdag ember, hogy úgy adakozik valakinek, hogy nem adja hozzá nevét. Mert az, hogy neki ott a neve, hogy ő segített, de ráadásul még a borítékon is rajta van, amit úgy ad át, hogy a képernyő úgy van felvideózva, vagy itt van az a kibaszott boríték, rá van írva a Jákob Zoli alapítvány, és úgy adja át, hogy direkt még a logó is látszódjon mindenképpen, és ez a durva, érted? És erre rájött, hogy az emberek imádják nézni, hogy a másoknakat alakodoznak, ugye ez egy jó marketing fogás, ez által ő is ismertebbet, és ez szépen felépített, szóval a marketingből le a kalappal nagyon szépen felépítette. De ez egy nagyon-nagyon szemét dolog, hogy ezt felépítette. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon durva, és mennyi ember van, és ez minden ez az ember csak nem szerény. Szóval mondom, üzleti eredmények előtt, meg a marketing, amit csinál, le a kalappal egyes, de mind emberileg, mind értékrend alapján, értékrend alapján meg FX, szóval megbukott ilyen szempontból. Jó, menjünk a következő pontra. 12. hogy ne igyál csak azért alkoholt, mert valaki azt akarja tőle. És döntsd el, hogyha te nem iszol, mert te úgy döntesz, hogy neked nincs szükséged piára, mert hogyha
csinálsz egy plusz-mínuszt, vagy elmész egy buliba is, tudod hányan buliba voltam, hogy soha nem ittam semmit, házi buliba, vagy bármi egyébben, mondtam, hogy én nem iszok, akkor nem iszok. Ettől is, akinek nem tetszik, az annyi, akkor nem tetszik. Szóval ez nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen egy értékrended, hogy mi az, amit csinálsz. Ha te nem iszol, nem iszol. Ha valakinek nem tetszik, és ezért téged beléjököd, vagy valami, akkor fogd meg magad, és akkor mehetsz onnan, amerre szeretnél, és ennyi. És nem kell neked ott lenni. Ha valaki meg elfogadja, megérti, tiszteletbe tartsa, akkor meg tiszteletbe tartsa, akkor szuper. Ha nem tartsa tiszteletbe, akkor meg fogd meg magad, és menj el onnan a francba. Ennyire egyszerű. De az alkoholnak semmi pozitív hatása nincs, ez a lényeg, szóval nincs semmi olyan dolog, amiért te azt mondod, hogy akkor én igyak alkoholt, jó? Ez nagyon-nagyon fontos. 13. hogy alapíts egy mastermindot, egy olyan mastermind csapat olyan emberektől, akik hasonló szinten gondolkodnak. Velük így két hetente beszélj online, és egy évente két alkalommal találkozatok külsős helyszínen, amikor mi is mindig más országba megyünk, és akkor így egymás bizniszére ötletelünk, beszélünk, mert mindig kellenek olyan emberek, akinek el tudod mondani a problémáidat, vagy bármi egyéb, akik tudnak neked ebben lényegben segíteni, és más nézőpontokat adni. Magánszemélyként a legjobb befektetésed az osztályig fizető részvények. Mindenki nyomja a ingatlant, ugye, ez a nagy befektetés, de nagyon kevés az ember, aki jól jár ingatlanból, hogyha megnézed. Ahol nagyon durván kell értened hozzá, legalább egy 10-15-20 éves szakértelemre van szükség, hogy az ingatlanokban ne fúss bele a késbe. Egy részvényeket, egy például osztályi fizető részvényeket fél év alatt meg tudod tanulni, és aztán tudod alkalmazni. Legjobb befektetés ez. És ugyanannyit fog tudni hozni, mint egy ingatlan, sőt, még hosszú távon többet is. Mindig olyan cégeket kell venned, amik legalább 25 éve fizetnek folyamatosan növekvő osztalékot, ezeket dividend arisztokratnak hívja a szakma, ezekből általában ilyen 50-60 darab van, így ez folyamatosan változik, de ilyen 50-60 darab szok belőlük lenni. Ezekből most az egyik legjobb, és én is ezt vásárolom már majd egy éve, ez az Altria, ez a MO, szóval nem vásárolok, nincs 10 különböző osztalék fizető részvényem, meg nem is lesz, mert felesleges. Szóval ha van egy nagyon jó, amit most jó árban meg tudsz venni, például cig, és egy olyan iparágban is van, mint a cig, amit folyamatosan megvesznek, mert Altria a cigiparnak a legnagyobb cége, szóval ezen keresztül egy holding cég, ugye, ezen keresztül, hogyha ezt te megveszed, akkor a Altrián keresztül, ez mondom, nem egy tanácsadás, én elmondom, megosztom a tapasztalatomat, szóval, hogyha például veszel, akkor az Altrián keresztül te lényegében a cigiparba fektettél be. Szóval a cigipar az folyamatosan fog fizetni osztalékot neked, például Altria már 53 éve fizet folyamatosan növekvő osztalékot, és mindig növeli, és ő ilyen majd 9%-os osztalékot fizet, és a folyamatosan növekvő azt jelenti, hogy utóbbi 5 évben is például 5%-kal növelt az osztalékát, az azt jelenti, míg azt számít, hogy te mennyire vettem meg, mondok egy példát, egyszerűen legyen számolni, például azt mondod, hogy 5%-on vagy én csak meg, például megveszed 5%-on, akkor a következő évben, hogyha 5%-kal növeli, akkor 5,25%-ot fogja már, 5 fog neked fizetni a következő évben. Aztán megint azt a 5,25%-ot azt meg kell szólni, majd 5%-a. Szóval minden évben 5% lesz az átlagos növekedés most általában. Szóval, hogy te megveszed lehet 5-tel, de pár év múlva neked már 8%-ot fog fizetni. Mivel ezen keresztül neked ez folyamatosan növekszik, már mindig arra a tranzakcióra fizeti, amit te megvetted. Jó, ezt jelenti, hogy folyamatosan növekeli. Ezt jelenti, hogy folyamatosan növeli az osztalékát. És ez egyszerű, gyors, úgy működik, mint a svájci óra, tökéletesen pontosan fizet, minden negyed évente megkapod az osztalékodat, például, ha befektettél 100 000 eurót és osztalékhozam az ilyen átlagban 8%, akkor 8000 eurót megkapod négy különböző részletben, ilyen egyszerűen, hogy te megkapod egyik fél évben is, egyik negyed évben is 2000 dollárt, aztán megint 2000, megint 2000, és aztán megint 2000. Szóval egy év alatt te fogsz kapni összesen 8000 dollárt, nem ilyen negyed évente fizet, négy részletben fogod megkapni. 15. Hogyha van egy céged, akkor a profitnak a 10%-ából, ez a Titanic számla, mindig vásárolj fizikai aranyat és fizikai ezüstöt érmek formájában, ez nagyon fontos. Az ezüstnél ez ilyen 45 dollár egy uncia, ugye? Egy unciát kell mindig megvenni, az aranynál meg 2000 dollárba kerül durván egy uncia most. Fontos, hogy mindig csak egy unciás érmeket vegyél, mert az a hivatalos, de vehetsz, oké, vehetsz egy tizedet is, nem az a lényeg, de az a lényeg, hogy nagyon könnyű tárolni, van nekik dobozai, szóval mind tárolás minden szempontból az a legjobb, és azt így mérik, mindig unciába számolnak minden, szóval azért ne egy tized unciát vegyél, meg milyen persze azt is tudod csinálni, de sokkal egyszerűbb, hogyha egy unciát veszel, és ha nem tudsz venni egy unciát aranyból, mert az 2000 dollár, akkor kezdj el venni ezüstet, ennyire egyszerű. És nagyon fontos, hogy neked például van egy céged Angliába, akkor mindig úgy vegyél például, hogy akkor ki utaz ki Angliába, inkább gyűjtsél össze több pénzt ezüst szempontjából, és akkor összegyűjtötte nem tudom 10 000 eurót, akkor menjél ki Angliába, röpülj ki,
200 euró megvan, kiröpülsz, és akkor ebben az esetben oda vissza szálláson minden együtt, és akkor ott vegyél a helyszínen ezüstöt, és aztán hozz haza. Ez azért nagyon fontos, mert akkor visszatudod belőle az ezüstből igényelni az áfát is. Jó? Hogyha angol céged van, akkor van áfa fizető, akkor visszatudod igényelni az áfát is. 16. hogy a megvásárolt aranyat vagy ezüstöt, akár összesítve is, 1000 dolláronként pedig ásd el. Jól hallottad? Ásd el a földbe, hogy hova? Ezt ásatod-e a kertedbe is, vagy ásatod különböző nemzeti parkokba is, ahol senki nem fog építkezéseket csinálni, szóval ez is nagyon fontos olyan helyre ás, hogy ne legyen építkezések, majd erre lesz egy ilyen kifejlesztett ilyen termékünk is, ami ennek lesz egy külön webshopja, amin lehet megvásárolni egy olyan cuccot, amit bele tudod tenni, és azt el tudod azt a cuccot ásni, és a fém detektorral se lehet megtanálni, de jelenleg ezt még keressük rá a megfelelő gyártót. Az a lényeg, hogy ne bankba tartsa pénzedet, ne Svájcba tartja pénzedet, mert ott meg biztonságos, de nagyon drága. A bankban nem biztonságos a pénzedet, még aranyat ez is tartani, mert bármi lehet, ha kitől egy harmadik világháború, vagy bármi valahol menni kell, akkor mit csinálsz? Akkor ebben az esetben a bank az lehet be fog zárni, vagy bármi egyéb, és nem tudsz mit kezdeni a pénzeddel. Sem fogják neked kiadni. De viszont ami a földben van, amit elást, az bármikor kidod ás, mert csak te tudod, hogy hol van. GPS koordinátok alapján könnyen meg tudod találni, neked csak a GPS koordinátát kell tudnod. És hogy mibe, hova és hogyan fektes be, ez pedig majd erről lesz úgyis majd később videó, de először meg kell találni azt a gyártót, aki ebbe kompetens tud lenni. Amikor valakivel beszélsz, akkor 80%-ba őt hallgasd, és 20%-ba beszélj te. Ezáltal megadod neki a figyelmet, megadod neki a tiszteletet, és sokkal jobban fog kedvelni téged. 18. Minden nap dolgozz ezen a három dolgon. Első, hogy fejlesz magad. Második, hogy törődj az egészségeddel. Harmadik, hogy növeld minden nap a vagyonodat. Minden nap tegyél azért, hogy a vagyonod növekedjen. Nem csak úgy értem, hogy valamit eladsz, hanem úgy értem, hogy azzal is fog tudni növekedni majd hosszú távon a vagyonod, hogyha te lényegében tanulsz arról, hogy hogyan tudsz vagyont építeni, tanulsz a befektetésekről, aranyról, ezüstről, a pénzügyekről, hogyan tudsz minél jobb üzleti tervet kidolgozni, hogyan tudsz fejlődni, mint vezetőként, szóval minden hozzájárul ahhoz, hogy egyre több pénzt tudj majd aztán később realizálni, és egyre nagyobb legyen a vagyonod. Nagyon fontos, hogy de kezdj el tanulni a befektetésekről, szóval a befektetések az egyik kulcsa neki, mert az a legfelső szint ilyen szempontból, amikor a befektetőként tekintesz mindenre. 19. hogy tanuld meg az adózást, illetve a könyvelést. Szervezd ki nyugodtan mind a könyvelés, mind az adózás is akár. Szervezd ki nyugodtan a könyvelés, de értsd, hogy ezáltal számon tud kérni a könyvelődet, mert ezáltal, hogyha ezt nem tudod megtanulni, nem érted, akkor nagyon sok pénzt tudsz akár elásni. És a 20. hogy ne halogass. Kezdj el cselekedni még ma, különben te is olyan leszel, mint ez a 70 éves bácsi, aki már 50 éve azt meséli az idegeneknek. Hát, hogyha azt megtettem volna 20 évesen, akkor most másképp alakul az életem. Sosem késő, kezdj el még cselekedni még ma, írd meg kommentbe, iratkozz fel a csatornára, hogyha végignézted ezt a videót, mindenképpen javaslom, már jönnek még hasonló egyéb izgalmas videók. Kire kattintva még nézd meg azt a videómat, ami arról szól, hogy hogyan tudsz még jobb szokásokat bevezetni, hogyan tudod a szokásodat még jobban kimaxolni.